világon, ha üdv anyám. Kétszer szüljön meg az anyám. Egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép húzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az orban. Sír a hat, de mire még? A hetedik, te magad légy. Az eddigi előadások során kiderült, hogy olyan lelki jelenségekről beszélünk itt, amelyek a lélektan jelenségvilágába tartoznak, de nem okvetlenül a magánléleknek a megnyilvánulásai, amelyek magánviszonyaimban jelennének meg, anyámhoz, szerelmemhez, gyermekemhez, barátomhoz, intim ellenségemhez, főnökömhöz való viszonyokban, hanem olyan jelenségvilággal van dolgunk, amelyben a közléleknek a megnyilvánulásai is oda tartoznak. Tehát azok a megnyilvánulások, amelyek úgy állnak elő, hogy valamilyen gazdasági tevékenységbe fogok a piacon, valamilyen politikai tevékenységbe az állam és a különböző pártok hátterén, például szavazok, vagy éppenséggel tartózkodok a szavazástól, amikor választások vannak, vagy a kultúrához való viszonyomban, vagy az ideológiákhoz, vallásos vagy vallásellenes ideológiákhoz való viszonyomban nyilvánulnak meg. A továbbiakban megpróbáljuk megnézni, hogy ez a pszichológia, amelyről tehát itt eddig beszéltünk, hogyan alkalmazható, hogyha egészében akarunk megérteni valamilyen olyan jelenségvilágot, mint amilyen például a 20. század. A 20. század, amelyről sok mindent tudunk. A politika történetből, a gazdaság történetből, a kultúrtörténetből, pszichológiailag, szociálpszichológiailag fölvett kérdéseket. Néha anélkül, hogy tudná, hogy a kérdések, amelyek előállnak, szociálpszichológiaiak, mi megpróbáljuk együtt megnézni, hogy értelmesek-e ezek a kérdések, és van-e rá értelmesen adható válasz. Ezzel kapcsolatosan kétségeket szoktak megfogalmazni, megalapozott kétségeket azért, mert általában a pszichológiák egyének tulajdonságaiból vezetik le azt, hogy mikor, kivel, mi történik. És egyének tulajdonságai, meg a nagy társadalmi szerveződéseknek a tulajdonságai egészen más természetűek. Mondanék egy példát, hogy mire gondolnak itt azok, akik nem hiszik, hogy a pszichológia valamit is hozzáadhat nagyobb történelmi összefüggések megértéséhez. Az a helyzet, hogy jellemét tekintve valószínűleg teljesen más személyiség volt az, akit valamikor Pacelliként ismert meg a katolikus egyház főpapi világa, és az a másik, akit Roncalliként ismert meg ugyanez a világ. Az egyikből 12. Pius néven lett pápa, a másodikból 23. János néven lett pápa. Természetesen az, ahogyan ők működtek, mindenek előtt attól függött, hogy a katolikus egyház szervezete, azon belül a pápasság, és azon belül magának a pápának, hogy úgy mondjam, az állása vagy a pozíciója, milyen szociológiai tulajdonságokat hordozott, és nem attól, hogy ez a két személy milyen pszichológiai ellenvonásokat mutatott. De azért azt tudjuk, ugye, hogy másképp működött ezen a szerveződésen belül 12. Pius, és másként az őt közvetlenül követő 23. János. Na most az a pszichológia, amelyel mi itt foglalkoztunk az eddigi előadásokban, nem tulajdonságokkal, hanem viszonyokkal volt elfoglalva. A viszonyok magukba foglalják azt, hogy valaki például az általa elfoglalható, az általa elfoglalt, vagy éppenséggel a neki járó, de mégse általa elfoglalt
társadalmi helyhez hogyan viszonyul. Itt már nem mondható az, hogy ez a kérdés, és a ráadható válasz a pszichológia dolga és az egyénnel foglalkozó tudománynak a dolga, míg ezzel szemben van a társadalmi szerveződésnek a szociológiai jelenségvilága. Itt egy olyan jelenségvilággal állunk szembe, amely szociál-pszichológiai, és most nézzük meg, hogy ez a jelenségvilág valamilyen módon megnyilvánul-e abban, amit 20. századként ismer a világ. A 20. század, itt most valami trivialitást fogok mondani, mert kénytelen vagyok rá, természetesen a 19. századnak az örökségével indult, ez a század pedig különösen azt mondhatnám, hogy pszichológia ellenes század volt, mert egy olyan modernizációt valósított meg ebben az időben, ha nem is az egész emberiség, de legalábbis az a szerencsésebb része, amely itt Európában, honos vagy Észak-Amerikában, amely modernizáció éppen azt ígérte, hogy a nagy társadalmi egészeknek a működését függetleníti a személyektől. Például a gazdasági rendszer működését függetleníti a személyektől az, hogy ezek a rendszerek egyre inkább gépi, nagyipari rendszerek kialakulnak, ahol a történések nem attól függnek, hogy a gyárban mennyire ügyes emberek dolgoznak, hanem attól, hogy mennyire ügyes gépek. Az volt a 19. század nagy ígérete, hogy egyre több emberi ügyességet fog mint egy fölöslegessé tenni a gépek egyre nagyobb fokú ügyessége, és ez az ígéret hosszú időn keresztül teljesülni is látszott. Azt mondhatnám, hogy a baj akkor támadt, amikor kiderült, hogy túl jól teljesül ez az ígéret, azért túl jól, mert két dolgot is magába foglalt. Az egyik, amit már mondtam, hogy egyre ügyesebb gépeket fogunk előállítani, amelyek egyre bonyolultabb dolgokat tudnak az ember helyett maguk megcsinálni. A másik pedig azzal volt kapcsolatos, hogy ezek egyre gyorsabb gépek lesznek, amelyek egy idő alatt egyre több hasznos terméket fognak majd előállítani. Na most a bonyolultsága a gépnek, ez a gyorsasága a gépnek, mind a kettő nagyon jó, hogyha fejlődik, de egy bizonyos ponton túl ez a két fejlődés egymással összeütközik. És ahol összeütközik, az már pszichológiai terület. Ugyanis az a helyzet, hogy a legügyesebb gép, a leggyorsabb gép is igényli azt, hogy időről időre, remélhetőleg ritkán, meg ígéret szerint egyre ritkábban, közbeavatkozzon a gép kezelője. Na most az megállapítható, hogy minél gyorsabb a gép, annál kevesebb idő marad két ilyen közbeavatkozási időpont között, és az is megállapítható, hogy minél bonyolultabb egy gép, annál több információt kell egyszerre feldolgoznia annak, aki jól akar vele bánni, úgy, ahogy kell. Minél több információt kell feldolgozni, annál több időt igényel az információ feldolgozás, tehát ha a gép egyszerre teljesíti mind a két ígéretét, tehát egyre bonyolultabbá válik, vagyis egyre több információval, egyre hosszabb időt igénylő berendezésé, és ugyanakkor egyre gyorsabbá, tehát egyre kevesebb időt hagyó berendezésé, akkor egy idő után a gépkezelő olyan probléma elé kerül, amelyet esetleg nem tud megoldani. Körülbelül úgy előző század utolsó harmadára derült ki, hogy itt valami probléma van, és akkor azt lehetett észrevenni, hogy alig 10 év alatt Európának szinte minden nagyobb egyetemén megjelentek a pszichológiai laboratóriumok. Ezeknek a létrehozása akkor is pénzbe került, hogyha erre volt pénz, akkor ez arra enged következtetni, hogy ez valamilyen okból jó üzletnek látszott a pénzt erre fordítani. Később azután, már a 20. század elején meg is fogalmazódott a probléma megrendelések formájában, amelyeket ezekhez a pszichológiai laboratóriumokhoz intézett például a nagyipar, amikor arra adtak tehát megrendelést, hogy
olyan eljárásokat dolgozzon ki az új tudomány, amelyek ki lehet választani egy nagy lakosságból azokat az embereket, akik megadott feladatra alkalmasak. Például erre a feladatra, hogy a gép gyorsasága ellenére a gép bonyolultságát kezelni tudják, vagy a gép bonyolultsága ellenére gyorsan tudjanak a kezelői döntéshez eljutni. Később ezek a megrendelések szaporodtak, egyre bonyolultabb tartalmúak lettek. Minden esetre úgy nézett ki, hogy a termelés feladatainak a megoldásához egyre több feltételnek a biztosítására van szükség, és ezek között, a feltételek között megjelenik az ember, mint feltétel is. A múlt században azzal foglalkozott tulajdonképpen a kialakuló gépi nagyipar, hogy saját működésének, méghozzá jó működésének a feltételeit megteremtse. Amikor előállította a gépeket gépi nagyipar műhelyeiben, akkor ezeket a dologi feltételeket állították elő, amelyek biztosítják a jó működést. Tulajdonképpen az egész feldolgozóipar a 19. században azzal foglalkozott, hogy az anyagot olyanból, amilyennek a természet kínálja számunkra, olyanná alakítsák át, amilyenre szükség van ennek a egyre bonyolultabb rendszernek a működtetéséhez. Ekkor azonban még a feltételek között, mondom, nem szerepelt az ember, mert úgy nézett ki, hogy emberre egyre kevésbé lesz szükség, egyre inkább a gépeknek kell, hogy olyan tulajdonságokat hordozzanak, amilyenekre szüksége van a rendszernek a működéséhez. Amikor előállt a 20. század küszöbére az a feladat, hogy valahogy az emberi feltételt is biztosítsuk, akkor hát magától értetődött az a okoskodás, megint csak nem tudatosan megfogalmazott, csak éppen élvén lejuttatott okoskodás, hogy hát akkor valahogy az emberrel is ugyanúgy kell bánnia, hogy az anyagi feldolgozóipar az anyaggal bánik, nem? Az embernek is vannak bizonyos tulajdonságai, mint az anyagnak. Ezeket is meg lehet állapítani, erre van feltalálva már a tudomány, az a tudomány, ami a pszichológia. És ha megállapítjuk, hogy milyen tulajdonsága van az embernek, azt is megállapítjuk, hogy milyen tulajdonságra van szükség egy adott, például termelési feladat megoldásához, már csak egy technológiát kell kialakítani, amellyel olyanból amilyen, olyanná tehető az ember, amilyenre szükség van. És úgy nézett ki, hogy ez az egész feladat elejétől végig ugyanazzal a logikával és technikával megvalósítható, amely logikával és technikával a 19. században az anyagi feldolgozóipar működött, és méghozzá nagyon jól boldogult. Erre tulajdonképpen az első világháború első napjaiban figyelt fel az egész világ, legalábbis a világnak az a része, amely Európában és Észak-Amerikában terült el, tehát ezekben a már akkor erősen fejlődő régiókban. Az történt ugyanis, hogy a háború, amikor napirendre került, és nem lehetett tudni mikor, de úgy nézett ki, hogy perceken belül majd kitör, akkor mindenféle ilyen embertechnológiai feltételeket követelt magának. Hát mindenek előtt azt lehetett tudni, hogy ennek a szervezetnek a működtetéséhez, ami a háborús szervezet, egy olyan sajátos emberi termékre van szükség, ami a katona. Ami pedig rendelkezésre áll, az egy nyersanyag, és azt úgy hívják, hogy civil. Hogyan lehet ebből a nyersanyagból, civilből, amelynek a tulajdonságairól, a szakirodalomból, például Rejtő Jenő könyveiből pontosan tudjuk, hogy mennyire messze van a katona számára megkövetelt tulajdonságoktól katonát előállítani. Ez volt a kérdés, és a meglepetést az okozta, hogy kiderült, hogy ez sokkal egyszerűbb, mint gondolta volna akkoriban az ember. Ehhez kiderült, hogy elégséges volt különböző országok, különböző
városaiban a falakra kiragasztani egy plakátot, amelynek az volt a neve, hogy általános mozgósítás, hogy a falvakban kidoboltatni a kisbíróval, aki kihirdeti az állami rendeleteket, hogy milyen korosztályba tartozó férfiaknak hol kell jelentkezniük, hogy elkezdhessék katonai szolgálatukat. Akiknek szólt ez a rendelet, azok még civilek voltak, és mint ilyen a technológiában a nyersanyag szerepét töltötték be. Akik majd megjelentek a mozgósítás helyén, azok már katonák voltak, és tulajdonképpen a technológiai eljáráshoz nem kellett más, mint ez az állami rendelet. Ez is kiderült, hogy a civil lakosság nem csak, hogy hajlandónak mutatkozott arra, hogy ezt a rendeletet betartsa, holott általában az állami rendeletek alól mindig igyekezett kibújni, aki tehette, és amennyire tehette, és gondoskodni kellett a kibúvóknak a lehetőségét, szűkíteni kellett. Na most itt az derült ki, hogy a lakosság nem csak hogy engedelmeskedett a rendeletnek, hanem, ahogy ezt mondani szokás, önként és dalolva tette, hiszen Európát elöntötte az igazi eufória, amellyel vonultak ezek a frissen egyenruhába bújt, vagy még egyenruhába se bújt, de már katonazenekarok által kísért új alakulatok, amelyben lelkes férfiak, ugyancsak lelkesen integető nők által búcsúztatva arra készültek, hogy most egy ideig itten egy kicsit elgyakorlatozgatnak azzal, hogy megbüntessék azokat, ahogy ekkoriban már kezdték fogalmazni a propagandairatok, azokat a mocskos disznókat ottan. Hát a mocskos disznók ugye a magyarok számára voltak az oroszok számára a németek számára a franciák, szóval azok, akik majd a háborúban az ellenség lesznek. Olyan emberekből, aki szeret élni, és lehetőleg úgy valamilyen kényelmi feltételek között élni, olyanokká tenni az embert, aki hajlandó lövészárokban tölteni az életének hátralevő éveit, vagy másodperceit, nem tudva, hogy évekről van ez szó, vagy csak másodpercekről, mert bármikor készen állva lenni arra, hogy meggyilkolja őt az ellenség golyója, és olyan emberekből, aki akár vallásos, akár esetleg ateista tartja a ősi előírások közül a gyilkolást tiltó előírást, olyanná tenni az embert, aki kész bármikor a különben ismeretlen és neki semmi rosszat nem vétett ellenséget legyilkolni, kiderült, hogy elég egy rendelet. Amikor a világháború véget ért, két nagyon fontos örökséget hagyott a 20. századra. Az egyik örökség, ez a késztermék volt, a katona. Katona, aki visszakerült ugyan a frontról a civil életbe, de ezt kezdte szűknek érezni a maga számára, mert a fronton azt tanulta, hogy a társadalmi problémáknak technikai megoldásuk van. Tehát ha bármi társadalmi probléma van, például olyan, hogy mi győzünk és ne az ellenség, akkor úgy kell hozzáfogni a probléma megoldásához, hogy úgy kell összpontosítani a mi tűzerőnket, hogy az felülmúlja az ellenségét, az ellenséget úgy kell megtévesztéssel hátrányos hadi helyzetbe hozni, hogy minél hamarabb, minél hatásosabban és saját vesztességeinket minimalizálva, minél nagyobb mértékben tudjuk kiirtani őket. Ez egy technológiai feladat. Korábban az emberek azért ennél bonyolultabbnak látták a társadalmi kérdések megoldását. Most íme előállt egy olyan század, amelyben nagy tömegei voltak a társadalomban olyanoknak, akik 4 éven keresztül szokták, hogy a szociális problémák megoldása ilyen technikai természetű. A másik öröksége a háborúnak egy ilyen, ahogy ezt majd később fogják mondani, know-how volt, vagyis egy ilyen gyártási eljárás. Annak a technológiának a leírása, amellyel embereket lehet olyanból, amilyenek, nagy tömegekben olyanná tenni, amilyenre valamilyen szempont szerint szükség van. Ez a két örökség, a katona, mint késztermék,
és a legyártásának a receptje volt az, amelyre azután a háború után sorra ráépültek azok a szerveződések, amelyeket totális államoknak szoktunk emlegetni. A totális államokat akár szélső jobboldali ideológiával képződtek, mint 1922-től fogva Olaszországban a fasiszta állam, vagy 1933-tól fogva Németországban Hitler nemzeti szocialista állama, akár szélső baloldali ideológiákkal, mint 1917-től fogva Oroszországban a bolsevik típusú állam. Most megpróbáljuk megnézni, hogy az az ember, akiről láttuk, hogy úgy működik, ahogy ezt korábbiakban megállapítottuk róla, hogyan válik majd totális állam többé vagy kevésbé aktív, más esetben többé vagy kevésbé szenvedő, leggyakrabban pedig egyszerre cselekvő és szenvedő polgárává. Az, hogy a totális állam vizsgálatának a uralkodó szempontjait most a továbbiakban a szociálpszichológia, sőt ezen belül a gazdaságpszichológia szempontja lesz, az azt is jelenti, vagy mindenekelőtt azt jelenti, hogy azt fogjuk megnézni, hogy azt a feladatot, hogy a nagy gazdasági társadalmi rendszer működéséhez, miután a 19. századi modernizáció kialakította a dologi feltételeket, az anyagi feltételeket, azt hogyan alakítja ki, vagy hogyan próbálja kialakítani például a totális állam a 20. században a személyi feltételeket, az emberi feltételeket. Arra fogunk kísérletet tenni, hogy megnézzük, hogy ezek a totális államok hogyan működtek, mint olyan hatalmas méretű műhelyek, amelyekben szintén feldolgozóipari folyamatok mentek végbe, ugyanolyan logika szerint, mint amilyennel a 19. században kialakult nagy feldolgozóipari üzemek működtek, csak éppen a nyersanyaguk nem élettelen anyag, hanem ember volt. Minden feldolgozóipari eljárás valamilyen módon úgy gazdálkodik a maga tárgyával, tehát az anyagi feldolgozóipar például az anyaggal, hogy nagyjából egészéből felosztja az anyagi világot három nagy kategóriára. Az első osztályba tartoznak azok az anyagok, vagy a belülük kialakított dolgok, amelyek hasznosak. Azért hasznosak, mert a tulajdonságuk, hogyha megnyilvánul, akkor valami az ember célkitűzéseinek, bizonyos emberek célkitűzéseinek a megvalósítása mentén működnek. Tehát vannak olyan anyagok, amelyek nem különösebben hasznosak ugyan, de hasznossá tehetők. Ezek a nyersanyag típusú anyagok. Ha a hasznos anyagot engedjük hatni a nyersanyag típusú anyagra, akkor az előbbi az utóbbit átalakítja egyre hasznosabbá. Hát ez a feldolgozóipar lényege. És végül egy harmadik osztálya is van a számon tartandó anyagoknak, ez a káros anyagoknak az osztálya. Ezeknek a hatását valahogy közömbösíteni kell, lehetőleg el kell szigetelni ezeket az anyagokat attól, ahol káros hatásokat kifejthetnék. Ám a leghatásosabb eljárás technológiailag az, hogyha ezeket az anyagokat elpusztítjuk. Hát ez az anyagi feldolgozóiparnak a logikája. A 20. századi totális államok pont ezt a logikát alkalmazták arra a sajátos képződményre, ami azúttal nem az élettelen anyag, hanem az ember volt. Mindegyik totális állam kivétel nélkül felosztotta a maga emberanyagát, hogy úgy mondjam, három osztályra vagy három kategóriára. Az egyik osztályba tartoztak a hasznos emberek, akiknek a tulajdonságuk, plusz, nagyon fontos, a szándékaik egyaránt olyanok voltak, hogy a éppen kitűzött társadalmi, vagy a társadalom egy része által kitűzött, például az állam által kitűzött
például az állam hatalmát birtokában tartó csoport által kitűzött céloknak megfelelő működésre voltak foghatók. A másik osztályba tartoztak a nyersanyag típusú emberek, olyanok, akik nem voltak különösebben jó képességekkel, vagy különösebben jó szándékkal, ilyen értelemben, tehát az állam, a totális állam célkitűzései szempontjából megfelelő jó szándékkal felruházottak, de elég képlékenyek voltak ahhoz, és hajlandók is voltak arra, hogy alávessék magukat olyan nevelő, átalakító eljárásnak, amelynek eredményeképpen majd egyszer a távolabbi vagy a közelebbi jövőbe ők is ilyen hasznos emberek lehetnek, akiknek a képességeik és a szándékaik is olyanok, ami a totális állam céljainak megfelel. És végül a totális államok kialakították az embereknek azt a harmadik kategóriáját, ahova a kártékony embereket, a kártevőket, a károkozókat sorolták be, akiket el kellett határolni olyan területektől, ahol a totális állam szempontjából káros hatásukat kifejthették volna, de a radikális eljárás, ugye a 19. századi technológia logikájának megfelelően itt is az látszott lenni, hogy ezeket az embereket kiírtsa a totális állam. Természetesen a különböző előjelű totális államokban más és más szempontok szerint kerültek besorolásra az emberek az egyik vagy a másik kategóriába. Tudjuk, hogy a nemzeti szocialista vagy közismertebb, rövidített nevén a náci totális államban például a kártékony emberek osztályába olyanok kerültek, akik kommunisták voltak, liberálisok voltak, általában baloldaliak voltak, vagy például zsidók voltak. A totális állam másik típusában, a bolsevik típusú totális államban ez a harmadik osztály, tehát az ellenség osztálya, a kiirtandók osztálya, azt lehetne mondani, vagy azt lehetne vélni, hogy például, hogy ezt akkoriban fogalmazták, osztályellenségekkel volt benépesítve, tehát burzsujokkal, arisztokratákkal, a későbbiekben a nagy burzsujokat követték volna, a közepes és kisebb méretű burzsujok, kulákok. Igen, volt egy ilyen időszak, amikor ilyen vélekedésnek sok alapja volt, de aztán nagyon hamar kiderült, bár csak jóval később tudtuk megfogalmazni, mi az, ami kiderült, hogy ennek a totális államnak, tehát a bolsevik típusúnak, vagy a szovjet típusú totális államnak volt egy témánk szempontjából különösen érdekes sajátossága szemben a fasiszta, a náci típusú totális állammal, hogy tudnélik az embereket elsősorban nem tulajdonságaikra, hanem viszonyaikra nézve tartotta nyilván, és helyezte be egyik vagy másik kategóriába. Hogy hogyan, ezzel fog foglalkozni a következő előadásunk. És most kérném, hogy a kialakult szokások, tehát megfelelően tegyék fel kérdéseiket, és tegyék meg észrevételeiket. Beszéljünk arról, hogy az első világháborúnak volt két fontos következménye. Az egyik az, hogy egy olyan embertömeget hagyott maga után, akiket egyik napra a másikra programoztak át civilből katonákká, a másik meg maga ez az eljárás, tehát ez a know-how. Kérdés az az, hogy jellemezhető-e ilyen szempontból a második világháborúnak az öröksége? Ha igen, akkor mennyire tűnhetett ilyen szempontból a második világháború után törvényszerűnek egy harmadik világháború? Ha pedig nem alakult ki egy ilyesfajta örökség, akkor annak mi az oka? A második világháború után már a gyártási eljárás nem alakult ki, mert ez már ki volt alakítva az első világháború által. Ellenben a katonát természetesen a második világháború is tömegtermelésben legyártott a civilek nagy tömegéből,
Itt azt hiszem, hogy két dologban különbözött ez. Az egyik dolog az volt, hogy a katonák nagy tömege már készenlétben ott állott, hiszen létezett egy olyan nemzedék is, amelyik személy szerint részt vett az első világháborúban már, mert érett volt arra, hogy ágyútöltelékként legyen felhasználható, és aki közülük túlélte, az még a második világháborúban is csak a 40-es éveinek az elején járt, tehát éppenséggel hivatásos katonaként még bőven részt vehetett a második világháborúban is. Tehát a gyártás az inkább hozzágyártás volt ehhez a tömeghez, új tömegeknek. De én azt hiszem, hogy valami olyan hatás következett itt be, hogy annyira túlhajtották a katonai létnek ezt a logikáját, hogy a társadalmi feladatokat egyszerűen technológiai feladatokként kezeli, hogy az emberiség egyetemes kétségbeesése megakadályozta azt, hogy az a veszély, ami különben reális veszély volt, hogy most jön a harmadik világháború majd a sorban, ez akkor bekövetkezzen. Szomorúan tettem bele a mondatba egy időhatározót, hogy akkor, remélem, hogy a harmadik világháború a továbbiakban is elmaradt, de minden esetre akkor elmaradt. Úgy tűnik, hogy a totális államokban, a társadalomban szükségszerű, hogy legyen egy ilyen káros embertömeg. Hitler is úgy tekintett a zsidókat, hogyha nem lennének, akkor fel kéne őket találni. De hogyha kiirtották volna ezt az egész károsnak nevezett tömeget, akkor mi lett volna a totális állammal? Akkor egy újabb réteget neveztek volna ki ellenségnek? Ez egy nagyon jó kérdés és nagyon jó feltevés, és azt lehet mondani, hogy amitől a náci totális államban nem ez történt ténylegesen, az, hogy szerencsére sikerült a antifasiszta erőknek időben leállítani a folyamatot, és előbb tűnt el a náci totális állam, mint benne az ellenségek megkinevezett osztály. De az megállapítható minden esetre, hogy a sztálini típusú totális államban volt egy ilyen tendencia, tehát hogy az ellenségek kiirtásával újabb meg újabb kategóriák kinevezése az ellenség hivatalára. Hiszen ezért volt az, hogy amikor már a 30-as évekre azt lehetett megállapítani esetleg, és ezt meg is állapították társadalomtudósok akkoriban, hogy a Szovjetunióban lényegileg eltűnt a osztályellenség, mint hatalmi tényező, akkor Sztálin elvtárs bejelentette, hogy az ellenség a párton belül keresendő, mert hogy befurakodott. És attól kezdve a párton belül nem csak keresték, de meg is találták az ellenséget. Szóval arról, hogy milyen könnyű militarizálni az embereket, tehát hogy mindez elég volt az annak a közleménynek a kifüggesztése, hogy melyik korosztály van behívva, és már is katonák lettek a civilekből, illetve most így a katonai emberekből, tehát mindegy magukat feladják. Hát ha arra gondol, hogy nem arról van ez szó, hogy az ember eredendően olyan, aki szívesebben háborúzik, mint amennyiben megvan békén, és hogy nem arról van ez szó, hogy az első rendelet kihozta ezt a rossz természetünket, míg azok a további intézkedések, amelyek majd a békére akarják visszavezetni ezt a katonanépességet, azok ezen buknának meg. Mert ha ezt kérdezné, akkor azt mondanám, hogy nem hiszek abban, hogy az embernek lenne egy ilyen eredendően rossz és harcias természete. Ezzel szemben abban hiszek, hogy az első világháború idején azért sikerült az állami rendeletnek ilyen átütő sikert elérni, mert valóban benne volt valami a lakosságban, amit ez a rendelet csak kihozott belőle. Tehát tulajdonképpen olyasmit rendelt el, amire a lakosság nagy tömegei valamiféle hajlamot éltek át, anélkül, hogy tudatosították volna magukban ezt a hajlamot, de ez a valami, ez nem egy rossz természet volt, hanem egy olyan kortendencia, amelyről már szó esett,
hogy a 19. század nagyon jól kialakult, nagyon stabilan létező, és tulajdonképpen nagyon jól működő társadalmi gazdasági rendszere működésképtelenné vált, és az emberek valamilyen módon egyre rosszabbul érezték magukat benne, és egyre erősebb volt valami olyan homályos és legtudatosabb teoretikusok által sem igazán megfogalmazott törekvés, hogy ezen valami radikális változtatást hajtsunk végre. Hát akkoriban a legkézenfekvőbb ilyen változtatási kilátásnak az tűnt, hogy csináljuk meg a munkásság forradalmát és teremtsünk szocializmust. Tűnjön el egyszer és mindenkorra a kapitalista társadalom. Hát ehelyett jött az első világháború, amely arra szólította fel az embereket, korcsoportokként, hogy a ekkortól addig született férfiak hagyják ott a civil életüknek ezt a keretét, és jelentkezzenek megadott helyen, ahol majd fegyvert fognak kapni arra, hogy valami mást és másképp csináljanak. Szerintem ez a belső tendencia nyilvánult meg abban a készségben, abban a készenlétben, hogy emberek, ahogy már mondtam, önként és dalolva tettek eleget ennek a felszólításnak. Megkockáztatva a dolgot, azt mondhatnám, hogy ha pont valamilyen okból hirtelen kitört volna például egy valóban általános sztrájk, és arra szólították volna fel az embereket nem államok és hivatalok, hanem szakszervezetek és szociáldemokrata pártok, akkor ugyanilyen nagy készenléttel ebbe az irányba mobilizálódtak volna az emberek. De hát sajnos a világháború hamarabb vált aktualitássá, és ezzel azután a másik tendencia le is került gyakorlatilag hosszú időre a napirendről. E világon, ha ütsz anyád, kétszer szüljön meg az anyád, egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép húzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az olban. Fölsír a hat, de mire még? A hetedik, te magad légy!